Lábemelés és futás, így melegítettek be a győri Eto játékosai még 2015-ben. Nem sokkal azelőtt készültek ezek a felvételek, hogy a csapat a Questor csoport csődje miatt az NB3-ba kényszerült. Akkor a futsal csapat és Győr városa mentette meg a klubot a megszűnéstől. 2017-ben felkerültek a másodosztályba. A város új fideszes polgármestere az azóta is gyenge teljesítményük miatt múlt héten úgy döntött, hogy nem támogatja tovább a csapatot. Hát úgy gondolom, hogy pénzt akkor kapna az ember, hogyha megdolgozik érte. Dézsi Csaba András még hétfőn arról is beszélt az RTL híradónak, hogy szerinte a klub tulajdonosa meglepődött a döntésen, mivel az előző polgármester Borkai Zsolt időszakában nem volt a játékosok teljesítményéhez kötve a támogatás. Azt mondja, évente csak nem 100 millió forintról volt szó. Mányi József még szombaton lemondott a klub irányításáról. Az Eto FC két napja közleményben úgy reagált a város döntésére, hogy szerintük eddig sem a felnőtt labdarúgást támogatták, hanem az utánpótlást. Tegnap új közleményt adtak ki, amelyben arról írtak, hogy megegyeztek a polgármesterrel. Azt is közölték, az új közös célok között van az első osztályba jutás és az utánpótlás nevelése. Itt nem anyagi együttműködésről van szó, hiszen elfogadták, hogy a közleményben is van az érvelésemet, hogy miután kiemelten támogatott akadémia lett a győri Eto FC akadémiája, illetőleg a akadémia alatti fiatal korosztály is megkapta azt a központi támogatást, amely a győri polgárok adóforintjai is benne vannak. Szerint a legfontosabb, hogy színvonalas foci legyen Győrben. A szurkolói klub vezetője is ezt szeretné. A mutatott játék az, amivel mi nem vagyunk elégedettek. Úgy gondoljuk, hogy ennek a klubnak, ennek a patinás klubnak az NB1-ben kéne lennie. Illetve ha már ide szeret minket a sors, hogy az NB2-be kell vergődnünk, akkor legalább egy normális játékot játszunk, és a feljutás esélye az mindig ott legyen, és ott levegjen a szemek előtt. Kerestük az Eto FC vezetőségét is az ügyben, de nem akartak nyilatkozni.